Sziasztok, Joanne, hogy üdvözöllek a csatornámmal, és a mai videóban a középiskolás kiegészítőt fogom folytatni. Hát, mint láthatjátok, megváltozott a hajszínem, szökébb lettem. Még mindig csíkok vannak benne elvileg, de most már annyira nem látszik a barna. Ha még láttok olyan videót, amiben barna vagyok, az azért van, mert korábban lett felvéve. A terv amúgy az, hogy be fogom festeni ilyen rózsaszínre. Vettem hozzá ilyen rózsaszínt. Majd lehet, hogy csinálok róla a videót, és a másik csatornán akkor megnézhetitek. Nem biztos, hogy az egészet, csak néhány csíkot szeretnék belőle. Remélem, hogy tetszik nektek így is a hajam. Kicsit hátra megyek, hogy meg tudjátok nézni az egészet. Így van a vége. Így néz ki. Még meg kell szoknom nekem is ezt a színt, mert jóval világosabb, mint ami volt. De tetszik, és majd kíváncsi leszek, milyen lesz, ha én formázom meg, mert tegnap csináltam a fodrász, illetve kíváncsi leszek, milyen, hogyha rózsaszín is van bele. Na de, tegyük ezt félre, és akkor folytatjuk a játékot. Az előtti részben házat építettem, és elfelejtettem, én is észrevettem utólag, hogy elfelejtettem lerakni a tűzhelyhez főzőlapot. Nem lehet oda rárakni a tűzhely felé. Mert nem már. És hogyha a csaláskoddal oda rakom, akkor működni fog, vagy nem? Én nem is tudom. Itt nekem ez jó helyen van. Nem, szerintem ez nem jó helyen van itt. Jó, próbáljuk meg egyelőre oda rakni. Mondjuk, hogyha van fehér, akkor lehet, hogy jobban illik. Oda. Jó. Fogadjuk el. Aztán volt-e még valami, mit írtatok? Ja, igen, tudom, hogy azt írtátok, hogy előttetek van olyan ablak, amin ki lehet mászni, csak én nem olyan traktom ide. Á! Lehet, hogy ez az? Mert erre rá van írva. Várjunk már. Akkor lehet, hogy azon se lehet kimászni. Pont ez, ami nem illik ide a szobába. Na jó, mindegy. Ez volt az a szín, amiben a többi volt. Nézzük meg. Szerintem nem. Mert egy kicsit sötétebb. Mondjuk így. Mondjuk aranyos, hogy ott csak egy ilyen ablak van. Éppenséggel. Ki fogjuk akkor próbálni most ezt a mai részben. Az előző részben voltunk egy jó kis bálon, és egészen jól sikerült a dolog. Utólag oda sikerült hívnunk Kiyoshit. És nagyon szerettem volna összeismerkedni Jebben, de azt most nem látom itt. Ő volt az askó fejünk. Hát, hogy már jobb viszonyban vagyok vele, mint gondoltam. De itt se látom. Hova lett? Megvan. Vele szerettem volna összeismerkedni egy picit jobban. Még nem tudjuk, hogy barát vagy ellenség. Érdekes. Érdekes. Még túl korábban ahhoz, hogy áthívjam, kipróbálhatnánk az új főzőlapot, akkor főzhetnénk rajta valamit. Bár, lehet, hogy kipróbálnám azt, hogyha csaláskoddal oda teszem a helyére, akkor működik el, mert annyival jobban néznek ki ott. Kíváncsi vagyok, hogy működik-e így. Főzünk. Nem is tudom, mit főzöm. Főzöm egy kis tojást. Mint egy ilyen ígyes, mert nem tudom, hogy milyen jól sikerül, annyira még nem sokat főzött szerintem, hogy ügyes legyen, és akkor hát kipróbálnánk tulajdonképpen az ablakot is. Most elvileg akkor itt mi történt? Innen miért tűnt el a tető? És komolyan eltűnt onnan a tető. Ez hihetetlen. Visszaépítettem, mert lehet, hogy az ablak miatt, mert onnan elvettem az ablakot is amiatt, nem tudom. Továbbra sem sikerült eladnunk ezt a kettőt, pedig már másodszorra raktuk ki. Hát fura. Majd megpróbálom még egyszer. Tudja használni, akkor nem értem, hogy miért nem engedte oda rakni. Hát igen, annyira még nem jó a főzésben. Van olyan, amit még nem csináltunk meg. Iskolához kész van a házig. Az extra is. És a pompomos edzéshez is kész van elvileg minden.
Hát nem tudom, milyen lesz ez az étel, de esetre elérte a level 2-es szintet. Kíváncsi vagyok. Legalább egy normál, ha lenne. Várjunk, nem láttam. Kiváló minőségű lett. Na, hát ahhoz képest, hogy most hozott itthon először, teljesen jó. Nagyon ügyes vagy, Leo. Lehet, hogy igazi főzés tehetség, csak nem láttuk, amikor főzött. Na, most, hogy megettem, kipróbáljuk ezt az ablakot. Nem tudom, hogy a létrámászásban ezt tudom, amikor ügyesem. Vagy ez már így marad. Na? Sikerült! Most már ki tud mászni. És elvileg itt le is tud jönni. Ne, kivett a játék innen a létrát. Miért veszel mindent a játék? Nem baj, ezt most már nagyon meggyakoroltuk, hogy hogyan kell odarakni azt a létrát. Szóval... Aha, persze. Meg ahogy én azt elgondoltam. Megvan! És akkor itt le tud mászni. Na, hát akkor nézzük az élet célját, ugye a tanulónak kéne lenni, de azt majd csak akkor tudjuk, ha iskolába megy. És level 3-as iskolai dolgot is csak akkor tudjuk elérni, hogyha iskolába megy, viszont akkor jó lenne, hogyha kicsit gyakorolná még itt ezt a pompkom dolgot, mert annál gyorsabban fogja tudni azt elérni. Valami történt Sosában én. Mi történt? Üzenet. Kérdezik, hogy mi újság van. Válaszoljunk neki. Meg neki is valamit kéne válaszolni. Már vicceset. Ki tudok még ide felvenni? Vegyünk fel mindenkit. Nem tudom, hogy ez jó-e, hogyha mindenkit felveszek, vagy nem. De felveszünk mindenkit. Legalább annál több nyuszit kapunk rá. Az utazásról egy boldog poszt. Most már nincs olyan korán, úgyhogy áthívhatjuk akár Jebet, megismerkedni vele. Kíváncsi vagyok, hogy megint zaskóként jön át. Noi Melgri. Oh, look at moi. Uh-huh. Yibarati. Hamarosan itt lesz, hát lehet, hogy el fogja varázsolni az otthonunk, és ahelyett, hogy beszélget velünk, mindenfélet fog csinálni, de próbáljunk meg vele beszélgetni. Ez zacskóként jött át. Nem lehet megkérni, hogy vegye le? Suli. Unatkozik valamit. Csinálni kéne vele, hogy ne unatkozzon. Nézzetek egy kis felhőt. Mint hogyha előbb lett volna olyan. Azért szeretek felhőt nézni, mert egyrészt gyorsan megy a social tőle, másrészt meg a kedve pillanatok alatt át fog váltani az unalmasról inspiráltra, és az nagyon sokat szokott segíteni. Át is váltott inspiráltra. És nagyon barátkoznak is. Tényleg milyen jó lenne, hogyha párna csatáznának egyet, mert azt még nem néztük meg. Legyen egy párna csata! Soha tudom, hogy az ablakkol. Ja. Felmegy hátul, és be az ablakon. Hát, ez is egy megoldás. És még örül is neki, hogy be tudod ott mászni. Remélem,
nem, ezzel nem fognak összeveszni. Nagyok a tök. Miért nem lehet ez gyerekekkel, és ez olyan jó pofa? Mint a gyerekek is még ott eljátszanának. Ez nagyon jó pofa. Nézzük meg, hogy van-e olyan opció, hogy vegye le az acskót. Nincsen, sajnos. Megnézzük, hogy lesz-e belőle baj, hogyha hagyom őket egy picit beszélgetni. Vagy barátkoznak. Ó, valami baja van. Nem tudjuk valahogy felvidíteni? Á, de hogy barátkoznak? Hát nem is beszél vele, inkább nyomkodja a telefon. Oké, most beszél vele valami lámáról. El kéne mennünk lassan lefürdeni. Tudom már, tudom. Elmegyünk vele úszni, mert akkor át kell öltözni. Yes! Ez a legjobb módszer. Kitaláltam a jó módszert. Na, melyikötök fog kimászni az ablakon? Egyikötök se? Nem, most megvárják. Ja, nem várják, majd egyszer elemelnek a létrán. Hát jó, oké. Okay. Lent vannak. A futás úszni, hát ahhoz leveszi. Nem veszi le! Sőt, kicserélte, most egy másik van rajta. Nem jött be a terv. Nem lehet itt fröcskölni, vagy valamit csinálni? De, lehet. De most nagyon úszkálnak. Ez nem baj, mert a fitness skill elvileg a pompom is menni fog. Ez kicsoda? Tristan. Most nem érünk rá. Nem látod, hogy el vagyunk foglalva? Na jó, befejeztetik az úszást, akkor nézzük meg még ezt a fröcskölést. Visszafröcskölt. Legalább a higiéniai nagyjából felment. Úgyhogy ezzel már nincs akkora probléma. Amúgy azon gondolkoztam, miután még végignéztem, hogy felépítettem a házat, hogy ez a rész itt tulajdonképpen kihasználatlan, úgyhogy lehet, hogy akár felhasználhatnám arra, hogy egy kicsit odébb tolom ezt a falat, és akkor a növényeket oda tesszük. Mert tulajdonképpen most itt nincs semmi. Hát egy kicsit furcsa, hogy ilyen kicsi lett itt a fürdőszoba, de legalább a növényeket akkor normálisan el tudom ide helyezni. Akkor szebben elférnek. Lehet, hogy volt még egy növény, ami itt maradt. Ez egy ilyen ültető maradt itt. Ó, tényleg ezt kaptuk az előző promon. De most ezt nem szeretném eladni. Ezt tegyük ki. Hát nem sikerült elérni az aranyat, pedig nagyon próbálkoztam vele, és szerintem nagyon ügyesek voltunk, de hát nem sikerült elérni. Mondjuk lehet, hogy nem az a legjobb hely neki, hogy oda tegyem, hanem ezt a virágot kibesszük. Ezt a virágot, mert ebből a kettő van. Mert itt is van egy, és akkor oda a helyére. Remélem, hogy nem a levegőbe rakta a játék, de hogy nem. Hát miért nem a levegőbe rakta volna? Aha, oda nem lehet rárakni erre. Jó, szuper. És erre? De... miért a levegőbe? Jó, most kikapcsolom a csaláskodot, akkor is ilyeneket csinál velem? Ide nem lehet őket lerakni. Csak oda. Hát akkor ott lesz. Akkor visszarakom ide a virágot. Akkor most ide került. Mit csináltok? Veszekedtek? Nem már. Jó, elmegy. Miért veszekedsz vele? Az előbb olyan jobban voltunk. Profilt megnézem. Social Bunny-n most már barátok vagyunk, és most már barátok vagyunk vele. Menjünk el valahova a városba. Nézzünk körül. Ebben a könyvtárban még nem voltunk. Nézzünk el oda.
Na, minden mással megnéztünk szerintem. Itt is vagyunk a könyvtárnál, és... Hát tulajdonképpen nem sok minden van itt, csak könyvek. Ez micsoda? Ezt tudom használni. Fönt lehet csakkozni. Mondjuk tanulhatna egy picit a vizsgára, hát hogyha jár valamit, hogy tanul a vizsgára. Ezeket meg megpróbálom újra eladni, amiket még mindig nem sikerült. Emelem a zárát. Hát ha. Megemelem a zárát, akkor hát ha észreveszik, hogy ezek is jók. Szóval arról volt szó, hogy tanulunk egy picit a vizsgára. Na mi van, nem tudsz bemenni? Hát miért nem? Milyen sokan jöttek ide hirtelen. Érdeklődnek, hogy mit csinálunk mi itt a könyvtárban. Van egy kis saját laptoppal jön. És mit csinálnak? Tanulnak? Hó, mindenki jön tanulni a vizsgára. Vagy csak böngészni az interneten? Nem tudom, mit csinál. Lehet, hogy tanul. 13 óra múlva kezdődik az iskolát. Örülnék, hogyha most már ezt a vizsgára tanulást végig tudnád csinálni. De úgy látom, hogy nem fog menni, mert valaki megzavarta, hogy mi történik most, mert most csak átcsorog. Kell mutatni neki valaki vicces videókat. Nagyon álmos lett, de most már akkor befejezem ezt a vizsgára tanulást. Kivételes örülmények iskolába, hogy most tanult a vizsgára. Na menjünk akkor suliba, vagyis előbb otthon kéne rendbe hozni őt, és utána suliba. Futás aludni, 5 óra múlva kezdődik az iskola, hát nem tudom, hogy akkor mennyire aludjuk, 4-3. Igaz, hogy ott bent tud lenni, de legyen az, hogy akkor ott bent teszünk vele, és hadd aludja ki magát inkább. Legyen, akkor bent fogunk enni, mert úgyis kell ugye ebédelni bent. Ezeket meg kell majd locsolni, hogyha visszajöttünk az iskolából. Eszünk addig egy citromot, hogy ne legyen olyan rettenetesen éhes. Mert nagyon más lenne, nem csak citrom. Ja, jut eszembe, hogy lehet, hogy egyedül szerettem volna elküldeni, hogy meglegyen a jegye. Ja, de még messze vagyunk, mert még nincs meg a pipája se. Mikor lesz? 8 óra múlva lesz a pompomedzés. Vizsgára kell tanulni. Akkor gyere, gyere, hol vagy? Tanulj egy kis több vizsgára. Jó, most meg futni kéne egy picit. Lehet, hogy a szekrényekből kivehetnénk egy almát. Ne legyen olyan éhes. Valamelyik szekrényt már lefoglaltam vele, ugye? Ezt. Ő meg így csinálja ezt a tépózt kihívást. Hát neki nem az az élet célja van, amihez ez kell, úgyhogy ezzel nem muszáj foglalkozni. Ha még van egy kicsi időt, hogy vegyél ki egy almát, mielőtt elmész az órára. Kivett egy almát, úgyhogy azt meg tudja elni, hogy nagyon éhes. Most megy az órára, ami maták lesz. Most kezdődik a matek óra. Vége van a mateknak. Ebédszünet van, és valakivel barátságosnak kell lennünk. Kaori-val beszélgettem egy kicsit, mert vele amúgy is jóban van. És megint tanulni kéne a vizsgára, de akkor gyorsan választunk valami ennivalót. Mondjuk legyen ilyen sült csirke. Tripna! Megszereztük az ebédet. Nincs hova leülni, nincs több hely. De van itt még egy hely. Le tudsz ülni. Aztán nem lesz hely, ahol leüljön. Szuli, Szuli! Ez a kecanés odája. Valamit bemondanak. Nem tudom, hogy mit csinált, mert ezt nem értem, de valamit bemondtak. Ó, itt meg lehet nézni, hogy milyen óráink lesznek. Ó, azt nem is tudtam. Aha, tehát matek és science, aztán kedden lesz ilyen
ismerkedési dolgok, vagy nem tudom, mi az a social study, aztán művészet, aztán valami idegen nyelv lesz, szerdán művészet, aztán számítógépes ismeretek, csütörtökön biznisz és idegen nyelv, és pénteken lesz a vizsga. Aha, jó. Be kéne menni órára, nem? Lehet prankálni. Nem prankelünk. Nem kezdődött el még az óra? Ja nem, mert még van egy kicsike idő, akkor még tanulhatott volna. De rossz kedve van szegénynek, nem tud valamit játszani a telefonján? Nekem már volt ilyen, hogy ki tudott játszani. Valaki tetszett Chloe-nak, de nem tudom, hogy ki. Kevin? Wow. Kevin tetszik neki. Na jó, menj be az órára. Mindjárt kezdődik a pompomedzésünk. Sokat fejlődtünk ma, itt már ki van pipálva, lehet, hogy a következő alkalommal, viszont akkor tényleg egyedül kéne elküldenem, hát remélem, hogy akkor sikerül neki előrébb lépni. És pillanatokon belül kezdődik neki a pompomedzés. Nem tudom, hogy jobb-e, hogyha olyankor otthon vagyok, vagy itt, vagy lehet, hogy a kedve nem jó, az nem lesz olyan jó. Húha, akkor gyorsan játszom egy kis telefonjával addig. Ellenőrzöm, hogy mindenünk megvan, ahogy jól sikerüljön a pompamedzés. Ez készen van, ez készen van, elvileg mindenünk megvan. Kicsit ideges, az tény, de most már a kedve is mindjárt jobb lesz. Jó, mehet az edzésre. Hát remélem, hogy most jobban fog sikerülni, mint az előző alkalommal. Nem tudom, hogy az előző alkalommal miért sikerült el rosszul. Már hazaértünk. Megérkezett a számlánk. Ennyi? Mi van? Már megint a rossz irányba mentünk el? Hát én ezt nem értem. Lehet, hogy valamit még be kéne neki állítani, amikor már az edzésen van, hogy ügyesebb legyen, de azt meg ugye nem engedi, mert elkapja a kijelzőt, mivel egyedül van. Hát nem tudom, mi erre a megoldás. Költöztessünk be valakit hozzá. Lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy valakit be kell hozzá költöztetnünk, mert ez így nem működik sajnos. Hát ezen el fogok gondolkozni a következő részig, illetve hogyha van valami tippetek, hogy kit költöztessünk be, akkor még azt is meghallgatnám, és akkor szerint megpróbálok dönteni. Vannak jó barátai, vannak akik tetszenek neki, de akár lehet egy általam készített sim is, és lehet, hogy akkor az segítene abban, hogy jobban tudjon haladni, illetve akkor lehetne bár, csak akkor ne legyen ugyanaz a pompom életcél, mert akkor azt nem fogja tudni a másik is csinálni. Hát át kell ezt gondolnom, hogy mi a legjobb megoldás erre. De akár lehetne az, hogy egy testvére vele összeköltözik, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Még ki fogom találni a következő részre, remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!